hogy mondjuk van egy irodaház, az irodaházban nem megy tulajdonképpen a világítás, nem kapcsolnak a vizet, nem az. Szépen belettek kötve a tekercsvégek, és hál' Istennek működik is úgy, ahogy a kapcsolás rajzol mutatja. Most igazából nekünk itt a Kossuth Rádió fontos. Még talán a Dankor Rádiót fogná, de hát az, ahhoz hosszúos kellene, hogy legyen az antenna, meg ahhoz fontos kicsit több minden is. És már most küldhetek SMS-t. Hát akkor még hangolunk itt rajta. Mondjuk azt, hogy jó is, még itt talán még lehet rajta állítani egy kicsit. Itt a KFN lehet hangolni. Hát szerintem most már egész jó szól. A fiatalok pedig iskolakezdéskor két napon át az oktatási intézményekben is felvehetik majd az oltást. Megítésekkel szigorítanak a járványügyi intézkedéseken Ausztriában, miután az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új megbetegedések száma. Holnaptól csak oltási igazolvánnyal vagy negatív PCR-teszttel lehet látogatni az éjszakai szórakozóhelyeket. Itt az alsó tekercset ennél talán. Az igazolvány pedig augusztus 15-től csak azok kaphatják meg, akik a koronavírus fertőzöttek száma Horvátországban. 18%-kal több az új eset, mint egy héttel ezelőtt. A számok ráadásul jóval magasabbak, mint egy évvel korábban. Míg tavaly, ugyanebben az időszakban, azokban 66 új beteget regisztráltak naponta, most 104-et. A Horvát Közegészségügyi Intézet igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy még csak most kezdődött. Szerintem most már egészen jó. De már rosszabb a helyzet, mint tavaly, ami egy figyelmeztetés.
jelenlétét és együttérzését fejezte ki. A közös álláspont kialakítására törekszenek Európa jövőjéről a visegrádi országok. Közölte az országgyűlés elnöke, Magyarország, Szlovákiák egyenrangú félként részt venni az Európa jövőjéről szóló vitában. Illetve azt szeretné, hogy az európai tagállamok nemzeti parlamentjeinek szava is számítson. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és hazá... Nem csak a résztvevők száma, hanem az előadások minősége is kiemelkedő volt. Szendrő Péter kiemelte, ezúttal csak nem 4500 előadás... Műszer nélkül biztos nem tudjuk ennél pontosabbra behangolni. Felhőszakadás veszélyes. Hát igazából gyári állapotába vissza van állítva ez a rádió. Hát, mit mondjuk, rengeteg munka van benne. Kicsit elhangolom, akkor ha halkabb lesz, mert ugye a potméter az... Annak még szakadt a szénpályája, úgyhogy majd olyat valahonnan be kell szerezni ilyen videótombotméter kapcsolós. Aztán utána igazából tökéletesen jó lesz ez a rádió, mert akkor lehet a hangerőt is szabályozni szépen. Na hát igaz, még a kapcsolási rajz, most csak ide raktam, és ugye akarom mutatni ott, hogy ez a két tekercs, ez és ez, ugye, ami ki lett cserélve, az egér teljes mértékben szétrágta őket a padláson. Szépen újra tekertem ilyen vékony húzalból. Ugye ez a tekercs, és ez a tekercs a másik. Ami, tehát őket, ezt a kettőt kellett újra tekerni teljes mértékben. Úgyhogy... Ez sikerült, készülék, működik is teljesen jó. Igazából még itt azt akarnám mutatni, hogy van itt... Na. Tehát van itt egy ilyen 10 nanós kerámia kondenzátor. És az EBF-80-nak az első lábára megy. És ez pedig megy itt vissza a harmadik lábra, az ECL-82-es harmadik lábára egy ellenálláson keresztül. És így van összekötve az erősítővel. Tehát addig semmi neműleg nem is volt erősítése. Tehát a hangerő az semmi se nem volt, mert csak a végfok szólt. De most már szól az egész így. Hál' Istennek nem kellett mást cserélni, mert itt volt benne egy kondenzátor ugyan, de az úgy gondolta, hogy letörik a lába, úgyhogy betettünk a kapcsolási rajz szerint egy 10 nanofarádos kondenzátort, kerámia kondit. Ilyen csőkivitelő már nincsen, úgyhogy ilyet kaptam hozzá, de tökéletesen működik ebben is, úgyhogy most már teljesen jó. Ugye ez a csőkondenzátor pedig úgy volt, hogy erre a lábra volt kötve, és ezt átkötöttem ide. És ugye a kapcsolási rajz mutatja is, és így most már szól. Igyezem, manapság már meg sem ütközünk, pedig az védek, alig néhány évtizede. Videóton Dália újra működésbe lendül. 1966 áll a gyártásszámba, itt 66-os. Tehát nem mostani gyerek, de újra életre kelt. Nagyon sok munkám van benne, de hál' Istennek most már működik. Tulajdonképpen azt
jelenti, hogy a regisztráltak beoltása megtörtént, legalábbis az első körös oltást valamennyien megkapták. Békés Csabán még mindig naponta nagyjából 100-an érkeznek az oltópontokra, közölte Becsei László, a Békés megyei központi kórház főigazgató főorvosa. Egyre több országon szigorításokat vezetnek be, és ugye korábbi az elmúlt három hullám tapasztalata az, hogy előbb vagy utóbb Magyarországra is elérhet ez a járványügyi helyzet, hiszen a D-mutáns az terjed, és a terjedése sok. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!